Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy egy év kihagyás után újra itt lehetünk, és együtt lehetünk. Hegyeshalom polgármestere nyitotta meg a 6. alkalommal megszervezett hegyeshalmi bornapokat és falunapot, melyre a Stetnitóhoz várták az érdeklődőket. Kézműves finomságokkal, kovács bemutatóval és számos izgalmas programmal várták a látogatókat. Ennek az alapötletét azt szolgáltatta, hogy egyszer valamikor megálmodtunk ide egy 3-6-3-as határborfesztivált. És ez a 3-as határborfesztivál a nyomán alakult ki, hogy ahogy bekötöttük a falunapot és a bornapokat, és a 3-as határ szó így már elment belőle. 5-6 borászat várta a bor kedvelőit. A gyerekeknek ingyenes arcfestéssel, hajfonással, felfújható óriás csúszdával, ugrálóvárral, különböző játékokkal és gyermekzenekari koncerttel készültek a szervezők. A színpadi programokkal párhuzamosan egy főzőverseny is zajlott, ahol kifejezetten bográcsos ételeket kellett készíteni a csapatoknak. Idén 7 csapat mérettette meg magát. A mosonmagyaróvári és a hegyeshalmi rendőrök is indultak, akik szárnyas belsőségekből főztek pörköltet. Februárban volt levélen egy hasonló, akkor egy ilyen töpörtyűsütő fesztivál volt, ott elhoztuk az első helyet, úgyhogy remélem most is elhozzuk az első helyet. Hát reméljük, hogy össze fog jönni. A Stetnitó környéke már a délelőtti órákban megtelt, sokan látogattak ki a falunappal egybekötött bornapokra, ahol mindenki kedve szerint válogathatott a programok közül. A kicsiknek is, nagyoknak is, felnőtteknek, fiataloknak szervezünk olyan előadásokat és olyan vásári mulatságokat, amiket bárki szívesen megnéz. Az én részem jobbára a vásár volt és a gyerekprogram része. Próbáltam úgy összeállítani, hogy legyen élő koncert, legyen táncbemutató. A vásárosokat úgy hívtam meg, hogy mindenki kizárólagosságot kap, tehát biztosítottuk őket arról, hogy el tudják adni a portékájukat. Mindenki ennek fejében nagyon kedvesen bemutatózik, kóstoltat. A szombatesti programot a Triász koncertje, a rokusztik előadása és egy parkbuli zárta.